A Nyíregyházi Kosársulinál lévén szó utánpótlás nevelő egyesületről hagyomány, hogy a nyári időszakban táborokat szervezve is foglalkoznak a gyerekekkel. Idén a koronavírus járvány egyébként is rövidre szabta a szezont, a tavasz jelentős részében otthon edzettek a gyerekek. Így nem meglepő, hogy az első adandó alkalommal birtokba vették a csarnokot, majd a tanév végét követően napközis táborokban, 30 fős turnusokban tölthetik közösen a napokat a nyíregyházi, szakói, újfehértói, nyírteleki és rakamazi kosaras palánták. Ahogy a kijárási korlátozás megszűnt, mi a megfelelő higiéniai körülményeket figyelembe véve, de beengedtük őket, és ezért a mi nagyobb kosarasaink nagyon hálásak, tehát nagyon boldogok, mert a lételemük a mozgás, és ők, ahogy el lehetett kezdeni mozogni, azóta minden áldott nap bent vannak, és itt vannak edzésen. Ha esik, ha fúj, tehát ők mindig bejönnek, tehát a nagyobbak azok nagy örömmel vették ezt a lehetőséget, hogy ők újra kosárlabdázhatnak. A kisebbeknek ugye megpróbáltunk ebben az évben minél több tábort szervezni, mert a szülőknek is ez volt a kérése, hogy próbálják ugye egyik táborba, másikba rakni a gyerekeket, mert a szabadság elfogyott, hát innentől kezdve muszáj valamilyen szinten a gyerekek nyári felügyeletét megoldani, ezért mi úgy gondoltuk, hogy egy hét kosártábor, egy hét pihenő. Egy hét kosártábor, egy hét pihenő. És így nagyon sok gyerek van, aki például 4 héten keresztül kosártáborba fog járni. Mint Farkasinszki Gyuláné elmondta, megvannak az állandó feladatok, de emellett igyekeznek minél változatosabb programot összeállítani a gyerekek számára. Kreatívkodunk, különböző dolgokat, virágokat jártunk, nyucikat csinálunk. Kedden éppen zsiráfot készítettünk, mert ugye azért a zsiráf az lételeme az egyesületünknek. De a tegnapi nap folyamán a legkisebbekkel kisétáltunk Sóstóra, visszasétáltunk, közben fagyiztunk egy jót, tehát az erőnlétük is megvan ezeknek a fiatal gyerekeknek, természetesen mellett azért kosárlabdázunk, naponta 2x45 percet a kicsik, a nagyobb az a 2x1 órát, ebben mindenféle fajta feladatot megcsináljunk, tehát a mozgás koordinációtól, a labdaügyességig. Mi nem vagyunk még bátrak, tehát mi még a társas kapcsolatokat mi azt még nem vállaljuk be, azt talán majd augusztustól, de addig mi mindenféleképpen az egyéni képességfejlesztésre tesszük a hangsúlyt. Az amatőr felnőtt bajnokságban szereplő együttes játékosai július 20-án kezdik majd el a felkészülést, mivel legalább 6 hetes munkára van szükség ahhoz, hogy a sérülés veszélyt minimálisra csökkentve lehessen nekivágni a szezonnak.